A hétfői orvosi vizsgálatot követően kedden a konditeremben kezdték a napot a Nyíregyháza Spartacus játékosai. A héten délelőttönként teremben, délutánonként pedig az örökösföldi műfüves pályán tart edzéseket a csapatnak a szakmai stáb. A játékos keret még nem végleges, lesznek távozók és olyan érkezők is, akiket már a következő szezon szem előtt tartva igazol le a klub. Igyekszünk most olyan játékosokat idehozni a csapathoz, akit MB2-be is már számításba lehet venni. Tehát azért vagyunk óvatosabbak, 8-10 játékost könnyű lenne most idehozni, nem akarjuk felforgatni a keretet, meg nem akarunk fél évre igazolni. Olyan játékosokat fogunk igazolni, akivel fél év plusz egy éves szerződést kötünk, hogy ez alatt a fél év alatt derüljön ki, hogy alkalmas azokra a célokra, amire a szakvezetés szánta, vagy esetleg van olyan játékos, aki sérült, de tehetséges, illetve sérülésből lépett ki, és tesztelni akarjuk ebbe a fél évbe, hogy alkalmasabb-e komoly fizikai munkára. Nyilván az lenne a cél, hogy már most alakuljon ki egy MB2-es csapatnak a gerince, és a nyáron a hiányzó posztokra még ráigazolni. Félig meddig ezt tartjuk most szem előtt, ezért is vagyunk óvatosabbak az igazolással. Mátyus János vezetőedző szerint kemény 5 hét áll a futballisták előtt. Az a legnehezebb időszak a játékos életében, a téli fölkészülés. Bár most nem lesz annyira hosszú, mint ami akkor ágyabban volt, hiszen február közepén már fogunk játszani tétmérkőzést, de hát kemény lesz. Reméljük a sérülések megkímélnek minket, és reméljük, hogy minél több minőségi játékos még időben csábítson. A Spari szombaton 10 órától a Nyírbátor ellen játsza első edzőmeccsét az örökösföldi pályán. Január 22-ig hazai környezetben készül a csapat, majd a törökországi Belekbe utaznak Törtejék, ahol 4 mérkőzésen lépnek pályára külföldi együttesek ellen. A bajnokság február 13-án rajtól előtte 10-én a Magyar Kupában a Debrecen fogadja Mátyus János együttese.